Köszöntöm nézőinket! Önök a Telena magazint látják, én Bence Péter vagyok, mutatom, mivel készültünk. Több mint 20 éve működik a Tolnai Kutyaiskola, fiatalok fotókiállítása, kortárs képek Tolnán, érettségi átadó a gimnáziumban, kiválóak az eredmények. Az elmúlt 23 év alatt rengeteg kutya fordult meg Kajzer János, a Tolnai Kutyaiskola vezetőjének keze alatt. A csoport célja, hogy a négylábúak szocializálódjanak, megtanulják az alap engedelmességi szabályokat, illetve hogy szorosabbra fűzzék a kapcsolatot az ebb és a gazdájuk között. Kétféle ember létezik, a kutyás és nem kutyás. Köztük mindig lesz egy kisebb ellentét, és feltehetően soha nem fogják megérteni egymást. Kajzer János az előbbi csoportba tartozik, ő elképzelhetetlennek tartja, hogy ne legyen négylábú a családban. A Tolnai Kutyasulit, amely a vásártéri sporttelep mellett kapott helyet, már 1999 óta vezeti. Hátra! Nagyon jó! Futólépés! Lassú, egy picit majd a távolságot, Anikó, nyissatok errefele, mert nagyon közel vagytok már. Jó, rendes lépés. Hátraarc. A kutyasuliban egyébként több csoport is működik, köztük haladók, középhaladók és óvisok. Van olyan, aki most került fel a haladó csoportba, azért volt a segítség a hosszú pórázzal, hogy ne tudjam még kihágni a szabályok alól. Először az alapengedelmességi szabályokat kell megtanulni, amit minden kutyának fajtától függetlenül el kell sajátítania. Ilyen a behívhatóság, közlekedés láb mellett, helyben maradás ülve, fekve, megfelelő viselkedés fajtársakkal, közömbös magatartás emberekkel. Az, hogy ne húzzon a pórázon, és általában az itt résztvevőknek a nagy része szinte ezzel megelégszik, tehát hogy láb mellett tudjon közlekedni, ne húzzon, ne essen szét, amikor másik kutyát lát, ezért vannak ezek a helyben maradási gyakorlatok, egész közel egymáshoz a kutya, hogy akkor is oda kell neki figyelni, de nem mehet oda, nagyon szeretne ő elmenni játszani, de nem, most nem szabad, aztán van, amikor végeztünk, akkor van egy közös játék, amiben kiélhetik magukat. Fontos az, hogy a vezethetőség meglegyen, és ez általában ezzel megelégszenek. Aki ennél többre vágyik, az pedig a különböző munkavizsga fokozatokat elsajátítja, majd a Lukasi Gábor barátom be fogja mutatni, ő egy egyes IGP egyes vizsgát tett kutya, most a kettesre készül. Ez három ágazatú vizsga. Van egy nyomkövetés, egy fegyelmező része, meg egy őrzővédő. Tehát ez a három együttes gyakorlat adja ki a nemzetközi munkavizsga feladatok, mert megvan egy sor, amit el kell végezni, vagy meg kell csinálni különböző szinteken, 1-es, 2-es és 3-as. Tehát azon belül, tehát attól függ, hogy milyen szinten és milyen ágazat. Tehát a három ágazat van, és a három különböző szín. És hogy számít-e a kutyafajtája tanulás szempontjából? Természetesen egy magasabb szintű vizsgához már általában egy jó idegrendszerű, jó mentalitású kutya szükséges. Ezek az alap engedelmességi dolgokat, ezt elvileg bármilyen fajta kutyával elvégezhető. Azért mondtam, hogy a végén fogunk csinálni egy vizsga bemutatót, ahol egy kis tacskókeverék, meg egy mudi fog együtt dolgozni. Ennek ez is úgy áll fel, hogy ketten bemennek a pályára, a kutyának azonosítani kell, tehát le kell olvasni a csipszámát, utána
az egyik kutya elmegy helyben maradni, a másik benn dolgozik a pályán. Meg az adott vizsga gyakorlatot bemutatja, és utána meg cserélnek. Tehát annak a kifektetett kutyának addig ott kell maradnia, a gazdinak el kell távolodni tőle 30 méterre, hátat fordítani, tehát nem figy, vagy nem kommunikálhat a kutyával, hanem meg kell neki várni még véget, és utána pedig cserének a kettő. Tehát ez lenne az, ami az átlagnak az igénye, tehát hogy ilyen szintre eljusson, hogy kezelhető, jól vezethető kutya legyen. Sok gazdi menhelyről hozza el a kedvencét, a szakértő azt mondja, ez sem befolyásoló tényező. Nem szükséges, hogy fajtiszta kutya legyen, bármilyen kutya, nem azt mondtam, hogy bármilyen feladatra, de az alapfeladatok ellátására alkalmas, vagy alkalmasra tehető sok munkával, sok gyakorlással, meg egy kis érzékkel. 23 év alatt rengeteg kutya fordult meg János kezei alatt, azt mondja, a kiképzés mottója a pozitív megerősítés. Ha sikerrel jártunk, jöhet a jutalmazás élelem vagy játék formájában. Különböző helyekig kipróbálva kaptuk meg 99-ben ezt a helyet, és azóta kis lépésenként próbálunk előre haladni mindig, és most hál' Isten van nagyon ügyes két segítő, Molnár Krisztina és a Lednecki Merci. Fiatalabbak lényegesen ők csinálják az ovit és a középhaladó csoportokat, a haladót pedig általában én szoktam vezényelni, de közös a munka megosztás. Az örök dilemma, hogy kire hallgat a kutya, csak a gazdájára vagy másra is? Egyformán nem tud átállni, de van itt is olyan kutya, többek közt a vizsla is, akivel most a feleség jött, múlt héten a férj volt. Tehát az alap dolgokat annak is meg kell tenni. Sőt, az a szerencsés, hogyha otthon is egyforma követelmény van mindenki részéről. Kutya azzal nem tud mit kezdeni, hogy az egyik családtag megengedő, a másik pedig nem. Tehát ez tehát mindenkitől azonos hozzáállás, mentalitást várható el, akkor tudja a kutya a megfelelő szabályokat betartani. És nagyon fontos, hogy a rendszer legyen, meg a szabályok meg legyenek. Tehát minden esetben, ugyanúgy, mint elvileg a gyereknevelésnél ott is megvan a rendszer, hogy mit szabad, mit nem szabad, és azt mindenkitől azonos módon meg kell követelni, vagy el kell érni, hogy ez megvalósuljon. Természetesen vannak versenyek, bemutatók is, amelyeken nagy örömmel vesznek részt a kutyasulisok. Most volt egyébként május 24-én volt egy országosan meghirdetett verseny, ahova lehetett nevezni, itt különböző szinteken, és elvileg az ország bármelyik részéből jöhetnek. Most korábban ennek elég nagy, hogy mondjam, nagy hagyománya volt, hét alkalommal rendeztek úgynevezett tolnakupát, amit most elkezdtünk újra felújítani, de volt olyan verseny, ahol 32 nevező volt. Focipálya nagyságú területnek kell lennie, ahol a különböző eszközök kiférnek, és itt elsősorban az őrzővédő tevékenység neki kell venni a 6 darab fürgészpalánkot, ami 15 méter távolságra van egymástól, ami helyigényes. A többi ez elvileg kisebb pályán is, de ez a standard. Tehát egy vizsga, vagy tehát egy nagy országos vizsga megrendezéséhez legalább focipálya méretű területre van szükség. Az elmúlt években rendkívül népszerű lett a terápiás kutyák alkalmazása. Utóbbi olyan négylábú, akit arra képeztek ki, hogy vidámságot, vigaszt és szeretetet nyújtson. A terápiás kutyafajták olyan gyermekeknek is segíthetnek, akik autizmussal vagy különböző tanulási nehézségekkel küzdenek. Nagyon nyugodt idegrendszerű kutyáról beszélünk, aki az ember közelségét élvezi, és jó érzéssel tölti el a akit bevonják a terápiába.
Tavaly volt egy fórumunk, ahol részt vesznek a szexuális terápiás kutyások, ott is nagyon szépen meg. És akár sérült gyerekekről van szó, akár csak a gyerekekről, tehát az, hogy megmaradjon a kutya és a gyerek közti kommunikáció. Tehát nem tanulja meg azt, hogy nem minden kutyát harap. Nagyon, nagyon fontos, és mindenkinek szeretném figyelmébe ajánlani, hogyha kutyással találkozik, akkor mindenképpen a szülő kérdezze meg, vagy a gyerek kérdezze meg a kutyát vezetőtől, hogy meg szabad-e simogatni. És soha ne nyúljon rá, hanem vagy hagyja, hogy a kutya vegye fel a kapcsolatot, tehát oda megy, megszagolja, és onnan már viszonylag egyenes az út, mert ha ő kommunikál, oda akar menni, akkor lehet hagyni, engedni, ha nem, akkor tehát lényeg az, hogy mindig megkérdezni a gazdit, hogy szabad-e a kutyát megsimogatni. Mindenkinek felelősséggel tudni kell azt, hogy éppen az adott kutyája, mert lehet, hogy van, amelyik nem szereti, hogy nagyon simbó volt, de főleg idegen, akkor azt el kell tudni fogadni, hogy nem szabad a kutyust megsimogatni. Azok, akik szeretnék, hogy a család házi kedvence tanuljon, szocializálódjon, nekik a hét szinte minden napján lehetőségük van csatlakozni a tolnai csoporthoz. Többek között őrzővédő, agility és különböző foglalkozásokon vehetnek részt. Nem mellesleg egy jó hangulatú, baráti közösséghez tartozhatnak. Most rövid reklám következik, majd folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztó bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szemlési utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telena magazint. Kellemes hangulatú fotókiállításon jártunk a Tolnai Magházban, ahol két ígéretes tehetségű alkotóképeit mutatták be. A megragadó alkotások szemlélése közben még egy gitárkoncertet is meghallgathattunk. A fiatalok először hobbiból kezdtek érdeklődni a fotózás iránt, amivel mára már komolyan foglalkoznak. Maguktól fedeztek fel mindent a fényképezés világában, olyan ismerősök segítségével, akik már a szakmában dolgoztak. Először, mint modellként mentem el hozzá, és annyira megtetszett, hogy mondtam, hogy én is szeretnék belevágni, és egy éve jutottam körülbelül olyan helyzetbe, hogy tudtam venni egy nagyon jó kezdőgépet, és akkor azzal kezdtem el fotózni, és ha van szabad időm, akkor mindig igyekszem ezzel kitölteni.
Nem ragaszkodnak egy témához, minden érdekli őket, amit látnak, legyen az akár természetfotó, akár egy portré. Lényegében ilyen természetfotókat próbáltunk összeszedni, mind a ketten inkább ilyen természetpártiak vagyunk, Dávid az most már javarész portréfotózással is foglalkozik, de igazából így állatokat szeretünk fotózni, meg így, amit igazából az ember a természetben lát mindent. Időszaktól vagy időjárástól teljesen függetlenül viharokat is szeretünk fotózni, hogyha van rá lehetőség. Igyekszünk téli képeket is csinálni ősszel, hogyha olyan lehetőség van, van pár kép, ami ugye az ilyen diós korszakot idézi, tehát igyekszünk ilyeneket. A korábban csak fotomodellként tevékenykedő Viviennek ez volt az első kiállítása, de már is számottevő érdeklődést kaptak a képei. Egyik ismerősöm vett a most már feleségének egy fényképezőgépet, és akkor így gyakorlatilag elkezdtünk, kimentünk kipróbálni. És így megtetszett, hogy lehet vele mosni hátteret, meg nagyjából hogy értékelhető képet is lehet vele készíteni, és így autodidakta módon, amit a Pirési István is mondott, hogy elkezdtem. Utána kérdeztem, olvasgattam, kaptam egy fényképezőgépet, mármint hogy még egy ismerősöntől kaptam egy fényképezőgépet, azzal tanultam, nagyjából egy évig, és akkor megszakadt ez a kapcsolat, és akkor vettem magamnak egy saját gépet, akkor már sokkal több utánajárás után vettem egy viszonylag komolyabb gépet, és akkor elkezdtem fejleszgetni egy objektív, és hát autodidakta módon vannak barátaim, akik szintén fotóznak, és akkor így együtt a játszinttal is nagyon sokat konzultáltam, jártunk mindenhova, jártunk közösen is fotózni, meg járok egyedül is. Dávidnak ez már a harmadik kiállítása, és nagyon valószínű, hogy az egyre szélesebb körben felfedezett művészről még sokat fogunk hallani. A legelső kiállításom az úgy jött, hogy a játszinnak elküldtem szinte az első képeimet, és mondta, hogy van felnőtt kategóriában itt verseny. És hogyha már úgyis érdekel, akkor mutassad neki pár képet. És aztán még 4-5 képet mutattam neki, és azt megkérdezte, hogy kiállíthatja-e. Mondom, csak név nélkül, mert nem vagyok rájuk büszke. Kiállította, és felnőtt kategóriában második helyzetet értem el vele. Megjött a lelkesedés, hogy akkor van egy kis plusz. És a következő kiállításra már készültem is. A Viviről készült akkor nagyon sok motorozott régebben. Vele csináltam nagyon sok portrét, és akkor elkezdtem rálni a portrékra. Mindig mondta Viviennek, hogy szeretne róla képeket csinálni motorozás közben, így mikor ő vállalta a modellkedést, egy egész kiállításnyi anyagot sikerült fotózni. És akkor az volt az arculatok kiállítás 2022-ben, és akkor ez most itt a harmadik. Ez meg úgy jött, hogy a Vivit elkezdtem kicsit strófolni, hogy jó lenne, hogyha elkezdenem, mert mondta, hogy szeretnék fotózni, de a fotózás drága. És akkor mondtam neki alternatívákat, hogy hogyan lehet elkezdeni, úgy, hogy legyen sikerélménye is, és akkor az még nem olyan költséges. És nagyon jó áron talált egy gépet, viszonylag elészen jó felszerelve, tehát különféle objektívekkel, és akkor nagyon sokszor kimentünk közösen fotózni, és akkor ott állt mellettem mind a két gép az állványon, és akkor mondtam neki, hogy na most ezt így próbáld meg, ha úgy szeretnéd, akkor úgy próbáld meg, és akkor mondhatom neki, mi a különbség, és akkor gyerünk rajta magadtól egy kicsit. És itt van az eredménye, tehát tudott egy kiállítást csinálni, szóval, és nagyon jó képeket csinált. Tehát vannak olyan nézőpontok a Vivinél is például, amit én irigylek benne, mert itt van az őszi kép például, a diók, meg a magfa levelek, amiket én próbáltam őszi képet komponálni, és rendezgettem, de nekem valahogy nagyon nem tetszett a szememnek, úgyhogy ő meg csak azt mondta, hogy kiszorta, mindezt azt lefényképeztem. Noha egészen másképpen dolgoznak, a másik munkájából is sokat tanulnak, mindig ötletet adnak egymásnak. Annyira spontán, hogy jó. Tehát ő a spontán dolgokban sokkal jobb, én inkább ez a tervezősebb vagyok, hogy beállítom, próbálom abból a szemszögből, de kinek mi fekszik, igen. Az ő példájukon látható, hogy ha nem is adott minden feltétel, ha van lelkesedés, szorgalom, akkor bármit el lehet érni. A jövőre vonatkozólag már most rengeteg tervük van. Mind minőségben, mind a választott témákban szeretnék bővíteni ismereteiket. Thank you.
Idén a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium nagyon eredményes évet zárt, ugyanis kiválóan sikerültek az érettségi vizsgák, így minden fiatal remélhetőleg felvételt nyer abba a felsőoktatási intézménybe, ahova tovább szeretne menni. Két osztály kap most bizonyítványt, amiben majdnem minden tanulónak jeles osztályzatok szerepelnek. A gyerekek 6, illetve 4 éven keresztül nagyon kitartóan és szorgalmasan dolgoztak, aminek meg is lett az eredménye. Nagyon nehéz időszak van mögöttünk, és szerintem mindenki nagyon sokat dolgozott. Igazából nekem különösen nehéz volt, én 5 tantárgyból mentem érettségizni, ugye az átlag az 3 szokott lenni. És... hát nagyon jó érzés, hogy vége van, és szerintem megérdemeljük mindannyian a pihenést. A tanáraink nagyon kedvesek voltak, nálam mind emelt szinten, mind középszinten mindenki nagyon kedves volt. Összességében a tételeimmel is elégedett voltam, úgyhogy jónak értékelném ezt az időszakot. Szomorúan váltak el iskolájuktól, ahol annyi mindent kaptak, mind lelkileg, mind szellemileg is. Igazából szerintem az utolsó év hozta össze legjobban a közösséget, úgyhogy fájó szívvel búcsúzunk, de hát új utak elé nézünk. Az iskola vezetője arról beszélt, hogy milyen kiemelkedő eredmények születtek ebben az évben. Középszinten adtak most számot a tudásukról és az előző hetekben, tehát június elején pedig emelt szinten vizsgáztak sokan, sok tantárgyból, több tantárgyból, és ahol 80% meg 90% fölötti eredmények születnek, azt gondolom, hogy egy igazán jó képességű és nagy szorgalommal rendelkező osztály volt. Még olyan is előfordult, hogy 98%-os emelt szintű matematika eredmény született, tehát gyakorlatilag egy-két tévesztésen kívül más hiba nem is volt benne, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy szó, de ugyanezt elmondhatnánk a kémiáról, a biológiáról, a történelemről, a magyarról, tehát tényleg nagyon alaposan fölkészültek a gyerekek, és tudatosan készültek arra, hogy jó eredmények szülessenek. Ebben a felkészítő tanároknak a munkája is benne van. Ugyanis nélkülük nem sikerült volna ilyen lelkiismeretesen példaértékű motivációval felkészülni a fiataloknak. Elégedettek lehetünk igazán ezzel a 6 év folyamos osztállyal, hiszen ők 6 évig jártak hozzánk. A B osztályok 4 évig járnak ide, tehát 4 év folyamos tagozatra jártak, de azt gondolom, hogy ők is felülmúlták önmagukat, és biztos, hogy jobb lesz az érettségi eredmény, mint ami volt a 4 év során, vagy a 4. év végén az átlag eredményük. Ebben az osztályban éppen az idén is előfordult olyan, hogy nem csak a tanulmányi eredményük, hanem a sport eredményeik is rendkívül jók, kiválóak, és a tanulmányi versenyeken, az országos középiskolai tanulmányi versenyen is helytáltak. Többen jutottak tovább a második, harmadik fordulóba, illetve döntősünk is volt, ami hát azt hiszem, hogy igazán szép teljesítmény. Az őket is tápoló osztályfőnök, tanárok is nehezen búcsúznak egy ilyen jó csapattól, akik igazán összetartottak a 6 év alatt, és ilyen kiemelkedő teljesítményeket értek el. Nagyon össze lehet kovácsolódni 6 év alatt, és a gyerekek is egymástól valószínűleg, és az iskolától is. Tehát nagyon-nagyon sokat jelent az, hogy nem 4 évig, hanem 6 évig vannak egy közösségben, nagyjából ugyanazokkal a tanárokkal dolgozzák végig ezt a 6 évet, és ez nagyon-nagyon sokat tud adni a gyerekeknek a továbbiakhoz. A most érettségizettek közül minden tanuló felsőoktatási intézményben, illetve felnőtt szakképzésben folytatja a tanulást.
Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!